Na, szavaztok, srácok! Üdv a csatornán, Keeper gyógyuló félbe van, úgy gondoltam, hogy akkor csinálom egy Spin Tires videót, és egy iszonyatosan, nagyon durván rendhagyó résszel jöttem, képzeljétek, Vadnyugatra invitállak meg benneteket, nagyon autentikus, nagyon régi gépeket, találtam egy olyan mapot, képzeljétek, ami gyakorlatilag tényleg ilyen Vadnyugati környezetbe visz minket, és ehhez... Három darab járművet választottam, ezek közül kettő darab modolt jármű. Az egyik az nem más, képzeljétek, mint egy gőzgép. Igen, egy gőzhajtású, gyakorlatilag nem benzinmotoros, hanem gőzhajtású jármű. Hoztam magammal egy zilt is, ott látjátok hátul, hogy az nem modolt. Meg ezen kívül nem sokára el fogunk haladni az mellett, a gépjármű mellett, aminek a neve talán... Aminek a neve az, hogy... Látjátok, hogy mi. Egy ilyen. Arra gondoltam, hogy mindenképp valami régebbi autentikus járműveket akarok hozni magammal. Főleg ez a gőzgép érdekel engem, és meg maga a map. Ugye a mapot fogjuk kipróbálni. Nem messze van itt egy ilyen garázs. Csak azt nézem, hogy egyébként nincs izénk. Nincs garázspontot szállító járművünk. Úgyhogy ez egy roppant érdekes map lesz. Egyáltalán nem tudom, hogy lehet megcsinálni, vagy egyáltalán meg lehet-e csinálni. Amint látjátok, viszonylag nagynak mondható. Ezt a garást ugye mindenképpen fel kell minél hamarabb szabadítani. Meg gondolom, valószínű, hogy el van rejtve valahova. Csak indítsuk már ezt a gőzgépet. És ez szó szerint egy gőzhajtású jármű, várjatok. Lehet, hogy egy kicsi hangerőt adok neki. Igen, hallani, hogy tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Füstöl, mint az őrült. Igen, a füstöl sokat nem fogunk látni. Nézzünk egy belső életet? Mit gondoltok? Várjátok. Elfelejtett. Új, te Isten! Mondjuk ereje nem nagyon van, ahogy látom. Ja nem, erő van itt, csak rúg basszus. Mondjuk súlya az biztos megvan egy gőzgépnek. Nem tudom egyébként ilyen jármű az létezett. Vajon? Hogy gőzhajtású teherautó? Meg érdekesnek gondolnám. Jelöljünk egy garást. Elég jól megy. Jó gyerekek, nézzétek már DHL-es pót. Meg DPD-s. Te jó meg van csinálva. Ez milyen? Ez igazából nem is Vadnyugat, hanem inkább ilyen sivatagi környezet, ugye? De barom jól meg van csinálva. De csak az a gond vele, nem tudom, hogy honnan fogunk leakasztani mi. Garázspótot, ugye. Ezeket szerintem ugye nem lehet felvenni, ezek csak dekorációk. Igen. És oda meg egyáltalán hogy lehet bevenni, ha egyszer el van zárva. Na nézzük meg a különböző watchpointokat. Ugye van három lehetőségünk, három járműünk. Hoppá, elmegyek erre én. Nagyon érdekes, hogy sivatagi a környezet, ugye nem sáros. Nekem ez most eléggé fura. Diffizárat is kapcsoltunk a gőzgépünkre, gyerekek. Egyébként baromi nagy, és baromi nehéz, és baromi furcsa az irányítás. Gyerekek, itt rendesen meg van száradva itt a környék, mi? Fák is ugye ki vannak száradva. Tök jó porzik. Nagyon fura. Ez most miért volt piros egy pillanatra az a motor? Dimidzselődött? És itt nem is lesz víz, és nem is lesz sár. Nem tudom egyébként milyen a map, de roppant mód érdekel ez. Na nézzük egy... Aha. Ezek csak sziklák lesznek. Menjünk addig a... Most pointig. Érdekes ez a gép. Nagyon-nagyon fura. És remélem, hogy lesz garázspontos vontatmány, vagy jármű, vagy bármi. Mert különben nem valószínű, hogy meg fogom tudni csinálni ezt a mapot. Ez ilyen Arizona jellegű vidék lehet. Bár a fenyőfák elég furcsák, hogy még ha kiszáradva is vannak. Ó, ott van valami csoda. Az igen!
Gyerekek, belesüllyedtünk a földbe, olyat. Egyébként baromi nehéznek érzem ezt a járművet, annak ellenére, hogy nem olyan túl nagy. De úgy érezni, hogy van súlya. Igazából nem nagy erő van benne. Jaj. Jó, megoldódott. Igen, sár az nincsen, de ugye bele lehet lapulni a földbe. Csak hát sokkal nagyobb az ellenállása. Van, tetszik gyerekek, tetszik. Kíváncsi vagyok. Írjátok már meg ilyen járművet, ha egyáltalán láttatok, vagy hallottatok olyanról, hogy gőzgép van a terrorútóban. Eléggé valószínű, hogy nem. Szerintem nem hiszem, hogy létezett ilyen. De elképzelhetetlennek tartom. Az micsoda? Ez mi az betonkuszlék, hallod? Az mi a szar? Hoppá. Jármű lesz. Az még hajlanak a fák, még az is látszik. Jármű lesz, itt van valami hangárszerű. Valami depószerű, nem tudom, hogy jutok oda le. No, nagyon érdekes ez a map, nem srácok? Mármint, hogy ugye teljesen eltér a többitől. Na meg ezek a járművek. Te fiú! Most szándékosan fordítottam neki, hogy nehogy felboruljon. Jó gyerekek. Aha, nincsen vontatáspont. Ezt jól betettem ide. Ha felborul, jó. Oké, ez fel fog borulni. Szercseztem. Próbálok egy olyat, hogy nagy gázzal. Na jó, eddig pírta. Jó, hát ez felborult. Egyébként mi ez a betonkuszlik? Nem tudom, ide el kell jönnünk mindenképp. Hozunk egy másik gépet. Megnézzük legalább ezt is. Na, ennek a belső nézetére kíváncsi vagyok. Érdekes, a belső nézetre nincs megcsinálva, hanem hogyha az belső nézetre kapcsolok, az utolsó kamera nézet maradt ott. Jó van, hát ez igen, ez nem valami szépen van megcsinálva, látszik rajta a textúra, és tökéletes. De mindegy, kipróbálni jó lesz azért. Elmegyünk kezdve szerintem erre. Itt vannak watchpointok, és akkor utána elmegyünk, azt a kiszabadítjuk azt a felborult gőzgépet. Ez egész jól megy egyébként. Ez erős, ez megy. Az mi az a valami nagyot? Az van híd? Érdekes ez a map, nagyon. Jó, az elég keményen megy. Rúg mind a disztó. Nem mondta, hogy beakadtunk. Lökös beakadt. Ez egy ilyen retro katonai gép, ugye? Katonai terrorautó talán a második világháborúból, vagy utána egy kicsivel. Az mi? Az... Gyerekek, ott járművek vannak, nem? Elmegy. Ez valami íz... Mi ez? Valami hangár? Ez különben olyan, mint valami kicsit olyan... Mint hogyha valami katonai terület lenne. Hoppá. De mondjuk a DHL-es dolgok, meg a GLS-es dolgok, azok meg nem nagyon stimmelek. Hoppá, itt egy ilyen... Nem tudom, mi ez, őrbódi. Ja nem, ez egy izé, ez egy lumber mill. Megnézzük ezeket a dolgokat, lehet, hogy csak díszek. Ezek csak díszek. Igen, azok. Jó, akkor megyünk tovább. Ezek csak lerohadt járművek, ugye? Nem használhatóak. De érdekes, hogy fizikája meg volt, figyelted? Úgyhogy nem oda betonozott tárgy. Egy átülni tuti nem lehet bele. Várjátok, fel is szabadult már C. C jelű. Egy kék úrral. Ez jó, csak várjátok, jobb gomb. Ki kéne innen járnom, aha. Jó, van, oké, akkor nem kell erre eljönnöm. Elfelejtettem, hogy most már úgy van, hogyha felszabadítod gyakorlatilag a mapot,
Ah, itt ebben a hangárban volt. Jó, ezzel fel is tudom állítani. Hát ez egy nagyon nagyszerű jármű. Ezzel fel is tudom állítani. Azt. Viszont takarékoskodnom kellene ebben az üzemanyaggal szerintem. Mert ezen van egy izé. Egy ilyen gyerekszerkezet. Ami nekem gyanús. Valószínűleg ezzel kell majd. Ó, really? Elengedtem. És jól éreztem, az a cucc, az a gőzgép, az egy nehéz tárgy. Hát, hogy nem is tökölök vele, hanem átmegyünk a másik járművembe. És megyünk tovább akkor inkább, és felderítjük még ezt a részt. Nem akarom elcseszni az üzemanyagot az uralból. Nem mondtam neki egy rettenetest. Kíváncsi leszek, milyen lesz itt az éjszaka. Elég világos ez a környék. Az a map. De nagyon tetszik, tényleg ilyen Arizona jelleg. Kicsit érdekesebb, különlegesebb ugye, mint a többi mocsaras. Ah, és jó, tök jó, nagyon tetszik. Nem megfulladt. Viszont sokkal könnyebbek ezek a map, vagy ez a map. Amint olyan szempontból, hogy ugye tényleg nincs sár. Kíváncsi leszek, hogy sehol nem lesz folyó, vagy valami ilyesmi. Járművek egész jó, fizika tökéletes. Na, körülnézünk, mi van itt. Semmi egyébként, úgy látom, ezek csak diszek megint csak. Ott egy kamaz, ott egy UAZ, még egy kamaz, de ez mind dísz. De ugye szállítani kell. Jó, hát akkor következő dolog. Elmegyek arra még. Az Uralba sporolunk az üzemanyaggal, semmit nem fogjuk használni az Uralt. Hanem inkább a másik kettővel derítjük fel a terepet. Viszont a gőzgépet fel kéne ezzel állítanom. Fel kéne ezzel állítanom a gőzgépet. Mi damage, jó, nem baj. Jó lengés futómű ezen a gépen, tök jó követi a... Ezt a hepahupás... Basszus. Tudom, gondolkoztam, itt fölmegy ez, vagy nem? Hát... Majdnem egyébként, de úgy látom nem akar. Kicsit kerülünk. Ennyi van, more? Kár, hogy belső nézet nincs. Átvált oda arra az utolsó kamera nézetre. Ezt nem csinálták meg ebbe. Meg is jöttünk. És akkor a gőzgépet felállítom. Húztam a kéziféket, nem zavar, barátom. Ó, te fiú. Behúzott kézifékkel szépen lejöttünk ide. Hát ez lehet, hogy nem fog menni. Ezt jobb elöntöttem oda, mi gyerekek? Ott kéne fördülnöm. Nekem elég alacsony a súlypontja, talán nem borultam fel. Felborítom, az gáz lesz. Ja, reméltem, hogy lecsúszik, jó. Na gyerekek, próbálj, jó, az üzemanyag így
Fölállt oda. Próbáljuk meg valamit csinálni vele. Innen ki kéne vontatnom. Arra. Ezt esetleg utána... Ops, ops, ez nem rossz. Ki... Közben elpazarolom ebből is az üzemanyagot. Lehet, hogy az lesz így most meg. Hát itt ez annyira ide csúszik ez a gép. Nem fogom tudni kihúzni innen ezt hódzér. Ajaj. Nem rossz, azt nézem, hogy gyakorlatilag a gőzgép az üzemképes állapotban van. Nem érzékeli úgy, hogy el van dőlve. Várjatok, meg kell néznem. Talán. Na az. Jó. Megoldódott. Azért mégiscsak sikerült összesározni még a sivatagba is a gépet. Egyébként olyan magas az a gép, mint az állat. Mindig borulni akar. Jó, ezzel húzunk tovább. Elnézést, szuper, jó, megtörtént. Következő watchpoint. Jó, nagyon magas az a kotla. Nyomtam neki egy rettenetest. Inkább nem, látsz, hogyha bajunk lesz belőle. Aztán tényleg egy ilyen vasdoboz. Szolidan. Orr nehéz a kicsikkel picit. Jaj! Júj! Júj! Állj föl! Jó, az gyerekek, komolyan mondom. Tudjátok mi a baj ezzel? Az, hogy ilyen... Szörnyű nagy döga alatt nehéz kotla. Viszont hamar kellene találnunk egy cuccot, ami jó nekünk. Végén még csak az uralunk marad. Az uralom sporolni akarok. Na, megyünk tovább ezzel. Felállítson megint a izét, a gőzgépet, vagy értelmetlen? Itt van, nem messze egyébként. Nem akarom. Kicsit keresztbe állt. Nem akarom. Ott rohadjon meg gyerekek, talán nem borulunk fel ezzel is. Max az urallal megyünk, azt felállítjuk akkor. Az is az a traktor is csak izé riszt, meg a targonca is. Kár. Na nézzük, nincs semmi. Nincs. Jó, menjünk a következő. Az itt van aszfaltos út is. Az a fura, hogy hány óra van? 19. Na de mondom, még mindig nincs éjszaka, de most már lassan lesz. Jó, nem tudod addig találni valami járművet. Hát itt nem valószínű, hogy felmegyünk. Úgyni. Ez jó, minden fát ki lehet itt szerintem ütni, olyan szárazak.
Viszont lehet, hogy csörlőzni nagyon nem lehet. Jó, úgy tök jó volt egy roncs. Nem volt rossz választás az a jármű. Jó, autentikus. De onnan szerzek garázspontot. 4 darab garázspont kell. Menjél már fel azért, menj fel! Ott van a garázspont, nem? Nem biztos, hogy az. Az mi? Kamasz terautó. Ott van valami addon. Mindjárt megnézzük, mi az. Okay. Jó. Aha, itt van a garázs trailer. Jó, az urallal kell eljönni ide és azzal kell elvinni. Ugye ezért is poroltam az urallal. És akkor itt meg viszont eljövünk eddig a watch pointig, és utána meg visszafele a másikig. Jó. Úgyhogy most már tudjuk akkor mi a szitu. Jó lenne aludni, de... Lehetok az ill-be alszok. Van itt egy B130-es, ami igazából annyira nekem... Nem érdekel. Jó, feljövünk, jó. Spintires. Köröd utána nem látok semmit, de itt mi ez folyó? Jónetlen. Mi a szar van ott? Ez valami folyó, ugye? Ú, de jó mély. Nagyon jól néz ki. Ott egy hajó megfenek lett. Orrán előre szabad lejönni ilyen gyerekek. Ez van a jó. Jó megcsinálták, figyeljetek milyen jó. Itt egy fuel station, és akkor itt valahogy ki kéne kepesztednem. És akkor a következő watchpointhoz eljönni, és akkor meg is vagyunk. Felderítés, azért mondom, hogy valahogy ki kéne kepesztetni, mert itt elég magas a fala ennek. Nem is tudom, hogy egyáltalán... Én nem is fogok tudni kijönni. Sőt, egyáltalán ki fogok-e tudni valahol? Megpróbáljuk erre. Milyen száraz, akik szét is törnek. Még mindig üdes a kerék. Nagyszerű. Ott egy busz. És körbe is értünk, gyerekek. Ilyen gaz. Jó, majdnem felborultunk. De itt már jártam, nem? Igen, itt jártam. Ez a háta mögött van annak a garázsnak. Oké. Szerintem más nem is lesz már itt. Mármint jármű meg ilyesmi. Oké, az egész mapot felszabadítottuk, szuper. Jó.
És akkor tényleg nincs más. Annyit kell csinálni, hogy ezzel ezt elvinni ugye garázshoz. És akkor utána lehet Lumber Mill van összesen basszus 5 darab. Az igen. Jó. Na jó, srácok, akkor elbúcsúzom, és akkor a következő részbe jövök, és akkor folytatjuk ezt a mapot, oké? Sietve érkezem. Csáááá!